A szabályos közlekedést gyakorolják a gyermekek zent a főterén. Azért szeretem ezt a helyet, mert itt a levegőn vagyunk és sportolunk. A gyermekek a mindennapok során is szeretnek kerékpárral közlekedni. Mert mozgok, meg hát jó esik, hogy így a szél az arcomba fúj, olyan levegő is. Nagyon jó, akkor a levegő. A Zentai Hófehérke óvoda illetékesei az egészséges életmód és környezettudatosság szempontjából is hasznosnak tartják az autómentes napot. Egyrészt sport, tehát a sporttevékenység, a szabad levegőn tartózkodás, a másrészt pedig abban látom, hogy a közlekedési szabályok, a biztonságos közlekedésnek az elsajátítása, elmélyítése a gyerekek részéről. Az esemény szervezői idén kiemelt figyelmet szenteltek a gyermekeknek. Úgy gondoljuk, hogy ha a gyerekeknek már ilyen kiskorban megmutatjuk, hogy a kerékpár az igenis vonzó alternatíva, illetve valós alternatíva az autóval szembe, akkor talán van esély arra, hogy a későbbi generációk elfogadják ezt. Az idei rendezvényre nem csak Zentáról, hanem a környező településekről is érkeztek résztvevők. Szeretnénk minden nagyobb fesztivált létrehozni, és minél több kerékpárost idehozni Zentára. Az esemény Zenta község önkormányzata, a Zentai Ifjúsági Tanács, valamint a Capriolo és a Zsitopromet vállalatok támogatták. A résztvevőkre számos kísérőprogram is várt.